Sziasztok! Sziasztok! Figyelj, mondhatom, hogy hol vagyok, vagy ezt nem mondjam. Azt ne, azt ne. Csak nem akarom, csak azt nyit, hogy... Ti mit mondhatom? Sziasztok! Szia, Viktor! Szia, Nikol! Visszaintegetek nektek. Bocsánat, hogy eddig itt... Szia, Viki! Bocsánat, hogy eddig itt nem jelentkeztem ebbe a csoportba. Azért nem jelentkeztem, mert nem tudtam itt live-ozni, de most megoldottuk a Timivel, hogy hogyan lehet ezt bekapcsolni. Nem akarlak titeket elhanyagolni. Hogy vagytok? A Varga Livi köszön neked, Timi! A Varga Livi. Ő köszön neked, hogy hello, Timi is. Ja, ő is köszön neked. Aztán szia, Zsuzsu, hogy vagy. Köszönöm szépen, és te? Örül, Timi, vagy nem tudta még a tudod mit? Ja igen, átadtam neki az ajándékot, és azt mondta a Timi, hogy örül a palettának, mert pont palettát szeretett volna venni. Szia, Timi! Neked is visszaintegettek. Na, hogy vagytok? Te is nagyon szép vagy. Hogy vagytok? Köszönöm szépen. És legalább rájöttünk, hogyan lehet itt live-ozni, mert ugye az előbb... Szia, Pál! Az előbb így én a Safarin keresztül akartam, mert ugye nekem iPhone-om van, és aztán kiderült, hogy az ikonból kell. Szia, Zsuzsu! Én vagyok az Anna, nagyon szép vagy, mint mindig is. Köszönöm szépen, Anna, nagyon aranyos vagy. Szia, Zsuzsu, nagyon szép vagy. Köszönöm szépen, te is. Zsuzsu, a privátot majd nézd meg, léci, megnézem. Közben Timi is beköszönt. Ja, ezeket így lehet egyébként szívezni? Hogyan? Á, én nekem ezt még meg kell tanulnom újra. Hogyan kell ezt használni? Komolyan. Örülünk, hogy nálunk vagy, Zsú. Ja, én is nagyon örülök nektek. Zsuzsu, visszajelölsz fészen, napok óta jelöltelek, Adri az egyik admin. Igen, visszajelöllek, Adri, hogyha kilépek, akkor visszajelöllek. Mindenféleképpen. Na. Üdv Timinek is, amúgy tudja még ki vagyok. Igen, ma beszéltünk rólad, a Timivel. Éppen. Hogy a finálé, tudod. Hogy vagytok? Itt a Krisztina. Szia! Azt nem tudom, hogy ezeket az üzeneteket hogyan kell itt beszívezni meg minden. Á, itt van. Aha. Várjál. Így. Komolyan mondom. Mire én ezt megtanulom. Zsuzsu, nem ismersz meg? Mi találkoztunk csütörtökön, tudod. Jaj, tudom, te vagy a Magdinak a, vagy a Magdinak a lánya, az Anna, ugye? Ő van itt fent. Ó, Anna, dehogy nem ismerlek meg, hogy vagy? Tudom. Itt a Regina is. Szia, Regina! Téged is tudom, te veled meg az Arena Plázában találkoztam.
Hogy érezted magad az Aréna plázába? Nagyon jól, találkoztunk egy csomó mindenkivel. Ott volt a Timi, ott volt a Viki, ott volt a Bogi, meg az Era, meg én. És nagyon sajnos, nagyon sokan jöttek oda, rengetegen. Szia, Alexa! Úgyhogy nagyon sokan voltak ott. Igen, igen, az Anna az nagyon aranyos, ő is. Élőben is nagyon szép. Na, vagytok fáradtak, ábosak? Na, holnap megyek haza. Most itt vagyok a Timinél, nagyon kedves lány egyébként. És tényleg, tényleg nagyon segítőkész. És köszönök szépen neki is mindent, és nektek is mindent. És holnap megyek a West Endbe. Találkozok a... Ilyen dél körül leszünk ott. Legalábbis én olyan dél körül leszek a West Endbe. Elindulok. És akkor kettőre érnek oda a többiek, vagy nem tudom, hogy mire pontosan. Ugye az Era még délelőtt ér oda. Te is healthy szól, nagyon jól teszel. Úgyhogy... Hogy várjál, mert azt sem tudom, hányra kell a West Endre lenni. Mit írt a Viki? Mert én már nem tudom. Ja. Na mindegy, holnap a West Endben leszek ilyen dél körül, az biztos. Én nem vagyok fáradt, meg álmos sem. De jó neked. Na, és még azt beszéltük meg, hogyha egyszer még összefutok így a Timivel, az Erával, meg a Vikivel. Mert így nagyon összebarátkoztunk mi így négyen. Esetleg a Bogi. Tudnál már egy jót aludni azóta, mióta kijöttél a világból? Igen, azóta sikerült pihenni. Meddig leszel a West Endben? Hát nem sokáig, pár órát, üdvözlöm Erámat is. Átadom neki, Krisztina. Tényleg nagyon aranyos lány az Era egyébként. Láttalak, Eráikkal az Aréna plázában csinosak vagytok. Igen, én voltam ott, a Bogi, az Era, a Viki, meg a Timi. Így öten voltunk. Nagyon aranyosak vagytok. De még holnap leszek Pesten, egy darabig utána már megyek sajnos haza, úgyhogy... Szia, Magdi! Mi is jól vagyunk, Anna. Te is jól vagy? Milyen a napod volt, Zsú? Hát most azért úgy nyugodtabb. Tegnap volt egy kicsit fárasztóbb. Mit csináltok? Ki holnap hova megy? Dolgozni vagy tanulni? Nagyon nagy élmény volt veletek találkozni. Köszönjük szépen, Regina, remélem máskor is összefutunk. Szia, Magdi! Szia, Léci, bemondod a nevem, imádlak. Ádám Német. Puszi! Szia, Zsú! Szia, Gergely! Én dolgozni. Na, az se rossz. Szerinted milyen lehet egy ruházati boltban dolgozni? Mert én most léptem ki a munkahelyemről, és ebben gondolkodom, tudod, plázás ruhaboltban. Szerintem nagyon jó egyébként ruhaüzletbe dolgozni. Én, dolgoztam én is kínai üzletbe, voltam én is eladó. Hát... Megmondom őszintén, szerintem jó egyébként, hogyha van türelmed az emberekhez, sokat kell ruhákat hajtogatni, arra készülj fel, és mindig valakinek ajánlani kell ruhákat, tehát a méretekkel is nagyjából úgy tisztába kell lenni. Egyébként jó munka, mert hogyha sok vásárló van, akkor hip-hop elmegy az idő szerintem. Mesélj a
tesztet koidról, mert úgy látom vannak. Igen, van egy kolibri a bordámon, van egy masni az alkaromon, és egy 8 hópihe van ugye a bikini vonalamon. Igazából egyiknek sincsen jelentése. A hópihéknek csak annyi, hogy én különlegeset akartam, olyan, ami nem tucat, és ezért csináltam. És azóta is cigizel? Nem. Nem cigizek, csak a villába, amikor ideges voltam. Zsuzsu, nem akarsz elmenni helyettem suliba? Holnap nehéz napom lesz. De mindenféleképpen megírom helyetted az összes dolgozatot. Szia, bemondod a nevem, Horváth Petike. Amikor nyertél, akkor rendesen sírtam az örömtől. De aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok. Milyen céljaid vannak a jövőre nézve? Hát valószínűleg még egy darabig bükön maradok szerintem. Visszamegyek dolgozni, ameddig nem kapok lehetőséget, és félre rakom a pénzt, és majd később nézek lakást. Ez a tervem. Pricingen, nem... Micsoda? Ezt nem értem, amit a Kovács Tamás Endre írt. Ezt érted? Pricingen, nem... Piercingen. Ja, piercingen! Úristen, piercingen nem gondolkodtam? Nem gondolkoztam, mert volt egyszer egy a nyakamba, kivettem, az fél évig volt. Az nagyon fájt. Volt a köldökömbe, azt mindig elhagytam, és volt a számba, azt egy 15 évesen csináltattam, de azóta nem szeretnék piercinget. Szeretnél még tetoválást? Hát lehet, hogy még csináltatok, terve van, igen, de valami feketét. Kereskedelemben voltam eddig is, a szakmám pedig női szabó. Ezért értek a ruhákhoz is, köszönöm a választ. Na, hát akkor ez egy hazai terület, akkor sok sikert. Szerintem attól függ, milyen üzletbe mész, azért a fizetést azt nézd meg, hogy mennyit fogsz kapni, mert az nem mindegy. Mert szerintem jó az üzlet, mert ott normálisan fixen le dolgozod az órákat, úgyhogy... Meg legalább este szabad vagy. Gratulálok, megérdemled, jó újra látni. Köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy. VV-tetkót csináltassak. Hát azt nem hiszem. Nem hiszem, hogy a VV-tetoválást fogok csináltatni, de nagyon sokan a VV-ből szeretnének. Például a Roli mondta, meg a Greg, hogy ők szeretnének VV-tetoválást. Még annak idején a villában mondták. Most ebből mi... igaz, vagy hogyan fogják megcsinálni, azt nem tudom. Meddig lesz valahol közönség találkozód? Az Erával úgy beszéltük meg, hogy Nyíregyházára megyünk március 8-án, ha minden igaz, ha összejön természetesen. Célok, továbbtanulás, vállalkozás, vagy médiában nyelvtanulás, hol látod magad például egy év múlva? Ha minden igaz, akkor addigra szerintem már talán lesz lakásom, bízok benne. Igen, szeretnék elhelyezkedni, megint dolgozni, ameddig nem kapok lehetőséget, de ez nem csak rajtam múlik. Én így képzelem el. Aztán majd még tovább. Szeptembertől szerintem pedig be fogok iratkozni egy iskolába, mert a szeptembertől indulnak az iskolák. Szia, már sokszor írtam, sokan tiltva lettünk a hivatalos oldalról, még amikor nem te kezelted. Nem lehet megoldani valahogy, hogy fel legyünk oldva? Húha, hát ez nagyon szomorú, hogy kitiltottatok titeket az oldalról. Az a baj, ehhez nem nagyon értek, de majd meg fogom kérdezni a Timit, meg akik a csoportban az adminokat, akik ehhez értenek, hogy hogyan kell titeket visszarakni a csoportba. Nagyon aranyos vagy, Zsuzsu, alig várom, hogy újra találkozzunk, puszi. Anna, én is nagyon örültem neked, vigyázz a kis babára, a hugodra, meg a Lilit is puszilom. Aranyosak vagytok ti is. Brigi, megoldjuk. Na, Timi az nagyon ügyes, meg a Krisztina, ők aztán Facebook zsenik, tényleg. Ők nagyon értenek az ilyen dolgokhoz. Azonnal Zsuzsu meg lesz oldva. Ügyesek nagyon, igen. Nincs kérdés, ügyesek, értenek az ilyen fajta dolgokhoz. Már dolgozok rajta.
Igen, a Krisztináról azt kell tudni, de gondolom ezt úgy is tudjátok, hogy ő azt hiszem az Erának is a csoportját csinálta, utána meg nekem. És a Timi is már nagyon régóta benne van ebbe a csoportba, és a Timi is nagyon ért az ilyenfajta, úgy is mondjam, ilyen informatikai dolgokhoz, igen. Páva Bogi a csoportban, te is benne leszel. Fú, a Bogi? Hát azt hiszem, ő most nincs benne, nem tudom. A legutóbbi információm szerint nincs benne, úgy tudom. MC haverrel még tartjátok a kapcsolatot. Kiírtam a VV Zsuzsu hivatalos oldalára egy cikket, egyik nap, tegnap előtt vagy valamikor. Azt nyugodtan olvasd el, Ádám, és akkor ott az van benne, hogy, hogy elváltunk szépen egymástól az MC haverral, és hogy kilépett most már a csoportból hivatalosan is, úgyhogy már nem kezeli az oldalt. Nem kell vele foglalkozni. Most már többször leszel itt jelen a csoportunkban? Igen, igen, megpróbálok vele. Az a probléma, hogy eddig nem tudtam, hogy hogy kell ezt a live-ot bekapcsolni, megmondom őszintén, mert én mindig nekem iPhone-om van, és én mindig a Safari-ra mentem, és az ottani Facebookra, és bementem ugye a hozzáadásba, és ott volt, hogy videó, fénykép, stb., és nem volt ott, hogy élő. Aztán rájöttem, hogy nekem van egy kis Facebook ikonom, és hogyha arra rámegyek, akkor ott viszont benne van az élő, és akkor így tudtam nektek élő adást csinálni nagy nehezen. Bogi csinált egy csoportot. Ahhoz csatlakozol te is. Milyen csoportot csinált a Bogi? És mikor? Jól tette. Le fog merülni a telefonom, úgyhogy felrakom most töltőre, de közben itt vagyok. Olvasom mindenkinek az üzenetét. Már régen voltam itt azért. Nem is tudom, hogy hol a töltőm amúgy. Pillanat. Hát elvesztettem a... Ja, itt van! Megvan a töltőm, bocsánat. Na, azt mondja, hogy... Írjatok nyugodtan. Magyarul, mert ezt nem értem. Sajnos a külföldi nyelvek azok nem az erősségeim. Azt mondja, tegnap milyen volt a rajongókkal találkozni... Sokan mentek oda, sajnos én vidéken lakok, de legközelebb én is fel szeretnék menni hozzád. Hol laksz, Brigi, ha szabad kérdezni? Hát jó volt velük találkozni, nagyon sokan voltak, nagyon aranyosak, kedvesek, és nagyon jó érzés, hogy az embert ennyien szeretik. Szia Zsuzsu, szia Réka! A Caramel Hotelben még visszamennél dolgozni? Hát, megmondom őszintén, hogy a munkával nem volt problémám, a fizetéssel sem, viszont a kollégáimat annyira nem kedveltem, megmondom őszintén, úgyhogy szerintem miattuk nem, de mivel Bükön azért rengeteg vendéglátó helység van, hál' Istennek, ezért biztos, hogy fogok munkát találni, és vissza tudok majd menni dolgozni szerintem. Hogy ennyi, amit így tudok mondani nektek most jelen pillanatban. Legalábbis most egyelőre így néznek ki a dolgok, ha minden igaz. Itt van egy nagy pattanás a nyakamon. Szia Zsuzsu! Szia Martin! Kunszent Miklós, ennek nagyon örülök, hogy ennyire jól érezted magad. Azt hol van, ha szabad tudni? Köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy. Ha szeretnél tetkót, a lányom nagyon ügyes, szívesen megcsinálja. Ő is nézi a live-ot, átküldöm neked a munkáit. De aranyos vagy, Nikol, nagyon szépen köszönöm. Nagyon aranyos vagy. Te egyszerű, őszinte és kedvelhető vagy. Köszönöm szépen, Zsolt, nagyon kedves vagy. Én vagyok a lánya. Szia, Viki! Biztos ügyes vagy. Bocsi, csak most jöttem, de nem értem, hogy most akkor miért gúnyol az MC haver téged az oldalán, meg a nagy VV csoportban.
Hát az az igazság, hogy mi diszkréten váltunk el, rám írt a Fanni, hogy ugye már nem bírja ezeket a negatív kritikákat, kommenteket, és én meg úgy döntöttem, hogy én ki szeretnék lépni ebből az egészből, és ugye én ezt meg is írtam, meg tudattam is velük. Bács-Kiskun megye. Az igen. Szia Zsú, sajna, én sem tudtam ott lenni. Vidéken lakom, illetve van 3 picim, akitől nehéz elszabadulni. Semmi probléma, hát sajnálom, hogy nem tudtatok eljönni, de innen is nagyon puszillak titeket, nagyon szeretlek titeket, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, ahogy én múlt héten, ami történt, és az egész mindent, aki nézte az adásokat, illetve aki ennyire kedvelt engem. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál, reméljük, hamarosan el tudsz jutni Győrbe is, vagy a környékre, nagyon várunk, Zsuzsu, voltál már amúgy Győrbe? Igen, nagyon sokszor voltam, ismerem azért valamennyire Győrt, ott van az Árkád, Győri Árkád, ha jól tudom, és keresztül szoktam rajta menni, amikor megyünk a tesómhoz, ugye Esztergomtól nem messze lakik, Ipolytölgyes, úgyhogy Győrön keresztül szoktunk hozzá menni, úgyhogy úgy valamennyire ismerem Győrt, igen, sokszor voltam már. És akkor most Bogival sem vagy jóba, nem ő volt a live-odban tegnap, ugye? Bogival tegnap azért találkoztam, tehát hogy azért a Boginak nagyon sok mindent köszönhetek, de egyébként mondom, kivel találkoztam. A Timivel, az Erával, a Körmösömmel, a Vikivel, a Bogival, és még én voltam ott. De jó, igen, szuper, de aranyos vagy. Hát igen. Mennyi részt tudtál visszanézni a való világból? Hát, megmondom őszintén, ilyen kis röpke videókat néztem, ugye a Király hétből néztem vissza egy picit, akkor visszanéztem egy kicsit, ugye, amikor összevesztünk a Renivel, akkor a finálét néztem vissza, a beköltözésünket néztem vissza, meg az iskola részből egy-két részt néztem vissza, így egyelőre, meg az Adri születésnapját. Amiket így nagyjából láttam, de nagyon, hát még nagyon sok részt kell visszanéznem, igen. Meg azt, ami a ragasztópisztolyosat néztem vissza, amikor csináltuk azt a szobrot, igen, azt a kis babát. Pestre fogsz felköltözni? Igen, de ez még nem mostanában lesz. Beszéltem Bogival én is tegnap, és szerintem nagyon aranyos. Igen, egyébként aranyos a Bogi, őnek is nagyon-nagyon sok mindent köszönök, amit idáig tett értem. Egyébként, aki adta neked a nyakláncot tegnap a közönség találkozón, ő egy. Ő igazából kaptam igen ajándékot, majd ezt le is szeretném fényképezni, és fel is fogom rakni ide, erre az oldalra is, illetve Instára is, úgyhogy nagyon köszönöm ezeknek a rajongóknak, nagyon aranyosak vagytok. Én most elköszönök, Zsuzsu, mert mennem kell dolgozni, vigyázz magadra, puszi. Szia, Regina! Jó munkát, vigyázz magadra! Én szeretem a Greget, bár csúnyán átvert. Ott elvágta a szallagot nálam. Hát... Én is más gondoltam a Gregről, igen, amikor kijöttem, és nyilatkoznom kellett. Utána tudtam meg valakitől, hogy miket mondott. Hát, volt egy kis csőtörés nálam, de... és ennyi. Azt mondja, a YouTube-on szerepel egy sorozatban. Kicsoda? Ezt most nem igazán értem. Ki szerepel a YouTube-on. És itt a Timi. Ez hogy kell ezt szívezni egyébként? Nem tudom. Melyik volt a kedvenc való világ évadod? Húha, hát én nekem az egyes tetszett a legjobban, az első széria. Mert akkor még új volt,
és nagyon tetszett, hogy a Szabi nagyon sokszor volt kint párbajozni, és szerintem meg is érdemelte, hogy megnyerte ezt a játékot, illetve én nagyon szeretem a Majkának a dumáját, úgyhogy nekem az volt a kedvencem. Aki adta neked a nyakláncot. Ja, ő van neki, fent van YouTube-on. Egyébként ő egy nagyon kedves srác szerintem. Olyan jó látni, nagyon megszerettelek, remélem találkozunk személyesen is. Hát Nikol, én is nagyon remélem, hogy találkozunk személyesen, most itt vagyok a Timinél, és ő is nagyon-nagyon aranyos. Mikor szeretnél gyereket? Fú, még azt se tudom kitől. Susu, kipihented már magad? Igen, most már ki. Susu, Bogival mi a helyzet? Tegnap beszélgettem a Bogival, és ennyi. Meg még ott volt ugye nagyon sok mindenki, a körmösöm, az Era és a Timi. És a sok rajongó. 11-re mentünk az Arena Plázába, és igazából ilyen, hogy is mondjam, 6-ig folyamatosan ostoroztak minket. Jöttek. Szegény Era belekezdett az ételébe, az ebédébe, és nem hagyták, hogy megegye. Nagyon durva, de én nagyon örülök, hogy ilyen sok ember szeret minket, és ilyen sokan jönnek hozzánk, és nem baj, jöjjenek csak nyugodtan. Holnap megyek a West Endbe, és akinek mondjuk arra van feladata, vagy dolga, az nyugodtan jöjjön, és akkor tudunk találkozni. Szia, Brigi! Azt mondja, a 4-es szériát nézted, ha igen, akkor ki volt a kedvenced? A 4-es szériát néztem, igen, az Anikó talán ő volt a kedvencem, de ez már nagyon régen volt. Amikor a Hunor rád ment, milyen érzés volt annyi idő után, hogy be vagytok zárva? Hát a Hunor az olyan, hogy virágról virágra száll egyébként itt a kinti életben is, és ő ezt a játék elején mondta is, és én mondtam neki, hogy nem szeretnék tőle semmit, mivel be vagyunk zárva, ez szerintem nem egészséges, de részegen mindig jött rám. Aztán egyszer mondjam, egyengültem neki, de hál' Istennek nem történt semmi, és örülök is neki, hogy nem. De úgy... Amúgy helyes srác szerintem, nincs vele semmi probléma. Már megkapta a robogóját, van fönt az Insta sztoriába egy ilyen videó, azt majd meg tudjátok nézni, a Győzikével vannak. Azt mondja, megszoktad már a külvilágot, sikerült visszailleszkedned. Igen, igen, sikerült, abszolút köszönöm szépen. Pécsre jössz valamikor? Hát nem hiszem, hogy 8-án megyek Nyíregyházára az Erával, és... ott fogunk lenni, ha minden igaz. De még nem tudom pontosan. Ezt beszéltük meg legalábbis. Na, azt mondja, bánod, hogy MC haverékkal nem jött össze a közönség találkozó szervezés. Nem, örülök neki, hogy nem jött össze. Nem tartom korrektnek azt, hogy emberektől elkérjünk pénzt azért, hogy fénykép, stb. Én nem ilyen ember vagyok, nem szeretek senkit lehúzni. Úgyhogy, meg amúgy is azért én küzdöttem meg, hogy én 4 hónapig szerepeltem majdnem a tévébe, úgyhogy nem akarok ezzel a dologgal már így foglalkozni, jó, jobb így. Kérlek, szólj a Timinek, hogy írjon rám. Köszönöm. Csak a live miatt kérem. Jó, pár szólok a Timinek. Ha nem te nyerted volna, akkor szerinted ki érdemelte volna meg még a nyereményt, így, hogy tudod, ki hogy viselkedett veled. Fú, hát nem tudom, hogy ki érdemelte volna így meg. Nem tudom, így nem tudok nevet mondani, nem akarok hazudni. Én azt mondtam, amikor már 5-en voltunk, hogy ott mindenki megérdemelte volna valamilyen szinten, mert már elég sok ideje be voltunk zárva, és már mindenki feszült volt. Orosháza fele nem jössz, jó messze van esetleg Szeged, Árkád. Fú, életemben nem voltam még Csongrád megyébe, tehát nem tudom. Nem tudom, hogy megyek-e. Maradj is mindig ilyen. Köszönöm szépen. Ha esetleg valamelyik kötök járna a West End felé, akkor nyugodtan nézzem be holnap. Elköszönök, mennem kell Róza babát etetni, puszi nektek. Szia Magdi, vigyázz magadra. Puszilom a Lilit,
meg az Annát. Itt az ideje. De aranyos vagy. Most jó zsíros a haja, amit nem mondjak. Nem baj. Meg jó karikások a szemei, most se probléma. Na jól van. Ha van melyikőtök a West End felé jár, ilyen dél körül, akkor nyugodtan nézzem be, ha szeretnétek. Nem látszik. Hál' Isten, örülök is neki. Na. Szeretlek titeket, és nagyon szépen köszönök mindenkinek mindent. Tényleg, puszilok mindenkit. Viszont most elköszönök lassan. Majd még fogok itt live-ozni, megígérem. És vigyázzatok magatokra, jó éjszakát kívánok mindenkinek. És mert már kicsit késő van, és szerintem én is pihenek egy kicsit. Greggel múlt héten én beszéltem utoljára. Na, sziasztok! Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó éjszakát, jó munkát, jó sulit! Szia, Diana! Jól van! Puszilok mindenkit, sziasztok, szeretlek titeket, köszönöm, hogy néztetek, ti is vigyázzatok magatokra, puszi, puszi.